Sipos József álma valóra vált. A Lecsó Fesztivál atyja a kezdetekkor azt vizionálta, hogy eljön majd az idő, amikor a székesfehérvári Vigasság az ország egyik legnagyobb gasztro találkozója lesz. 19 esztendő múltán elmondhatjuk, így történt. Idén is bebizonyosodott, hogy a Lecsóhoz gondolat is kell, hiszen egy ilyen találkozón a füsszőtte világban dalcsokrokkal, Bogrács közelben közelíthetünk egymáshoz, mert a Lecsó mindenkié. Idén 400 csapat mérettette meg magát, és a Bográcsokban rotyogó finomságok több ezer ember csaltak ki a szeptemberi napsütésbe. Cserpakovics András polgármester a hagyományokhoz hűen végiglátogatta a főzőhelyeket és megerősítette, fontos, hogy egy ilyen könnyed találkozón is tovább épülhet a város közössége. Sipos József valahonnan most lát minket, akkor azt hiszem, hogy örül a szíve lelke, és nem akármit hoztak létre. Most már egy gyönyörű hagyomány, az egyik legnagyobb gasztrofesztivál az egész országban. Most is több száz csapat, sok-sok ezer ember, gyönyörű idő, jó szórakozás, sok mosoly, jó beszélgetések. Ez a Lecsó Fesztivál. A közösség és kulturális központ munkatársai ebben az esztendőben is sokat tettek azért, hogy a Lecsó Főző Vigasság idén is elfoglalja méltó helyét a magyarországi gasztrofesztiválok sorában. Közel 400 csapat főz most itt a belvárosban, különleges lecsókat, nagyon sokan regisztrálták a zsűrizésre a lecsójukat, úgyhogy a zsűrinek sem lesz egyszerű dolga, hiszen sokan szeretnék ezt meg is kóstoltatni a zsűrivel, amiről döntést fog majd hozni a zsűri. Az idő jó, a közösségek remekek, tehát az látszik, hogy nagyon jó már a hangulat a főzőterületen, úgyhogy szerintem egy remek nap elé nézünk. Miként készültetek ti, hiszen ez is egy teljes csapatot kíván? Igen, nagyon nagy csapatmunka, tehát azért ennek a szervezésnek is egy 3/4 évvel korábban minimum hozzá kell kezdeni, mint a nagyobb rendezvényekhez. Az egész csapat készül, a szervezői csapat teljesen, az előregisztrációkat, a regisztrációkat kezelni kell, a befizetéseket kell kezelnünk. Utána ahhoz, hogy itt minden flottul menjen, és mire megérkeznek reggel 6:30-ra a lecsófőző csapatok, a kollégáim éjszaka építették a területet, hogy mindenki, amikor megérkezik, és el szeretné kezdeni a lecsóját főzni, vagy a reggeliét elkészíteni, addigra minden készen álljon a helyszínen. A lecsó filozófiája végtelenül egyszerű. Puritán étel, nem kell hozzá más, mint 4 összetevő, némi zsiradék, hagyma, paprika és paradicsom. Ötödikként éppenséggel megbolondíthatjuk fokhagymával, padlizsánnal, cukkinivel, rizssel, petrezselyemgyökérrel, tojással, szalonnával, virslivel, kolbásszal, már csak az íze miatt is. A gasztromániás újdondászok tesznek hozzá csülköt, marhát, csirkét, pulykát, hogy a fűszerek végtelen tárházát már ne is említsem. A lecsó, ha elkészül, teljesen mindegy, hogy cserép vagy fatányéron tálalva, egyszerű és egyszeri, a miénk és ráadásul tanulható, hiszen ne feledjük, a nagymamáink által készített ételhez sem kellett más, hogy aztán erről miként gondolkodik a rangos szakmai grémium meg annyi neves gurmanddal ékesítve, az persze más kérdés. A versenyre idén mintegy 70 lecsót neveztek be, amelyeket 6 ismert séf értékelt. Elsősorban most körbejártuk itt a standokat, megnéztük, nagyon jó pofa kezdeményezések vannak, megnéztük, ahogy indítják ezeket a lecsókat, ugye mindegyik fatüzelésen készül, ami nagyon fontos, az egy kis füstös íz már eleve az egésznek. Nagyon jó, különleges ötleteket láttunk. Aztán, hogy ezek ízbe hogy fognak megjelenni, azokra nagyon kíváncsiak leszünk. A főszempillát, ugye először mindig a szem lakik jól, úgyhogy nagyon fontos az ételnek a kinézete, hogy mire van tálalva, hogyan van tálalva. Utána nagyon fontos az, hogy az ízlelésnél milyen a textúra, mind a paprikának, mind a paradicsomnak, illetve maga a szafnak az állaga, illetve ugye ami a legutolsó, az pedig, ami nem a legutolsónak számít, de mégis az folyamatban a legutolsó, az pedig az ízlelés lesz. Nagyon fontos kérdés, hogy a séf kedvenc lecsója milyen? Hát én az erős dolgokért rajongok, én az egyszerű lecsót szeretem, egy gyors lecsót, ahol roppan a zöldség, roppan benne a paradicsom és a paprika is, és van neki egy jó kis erős textúrája. Én szalonna nélkül leszem, és én nagyon, amit nagyon szeretek, egy kis olívaolajon a paprika magot kicsit kiolvasztom, és a végén megcsepegtetem, és ez ad neki egy az ízbe egy ilyen robbanós ízt a rögtön az elején, hogy így berobban a szájba, az a kellemes paprika íz. A megszólított csapatok válaszai önmagukért beszélnek, külön-külön is játékos harmóniát sugalnak. Íme egy csokor a csapatvezetők lecsófőző stratégiájából. A felmezetés természetesen az enyém, a válasz azonban a különböző és mégis azonosan gondolkodó gasztromániásoké, mert a lecsó olyan, mint mi magunk. Szerkesztett változata az eredendőnek, amihez mindenki hozzáteszi a magáét. Természetesen lecsó fog készülni, mint ahogy sok máshol. Idén is reggel 7-kor összegyűltünk a színházban, megettük a reggelit, megittük a kis kávénkat, és együtt kijöttünk ide. Sokan jelentkeztünk, sokan is itt vagyunk, hála Istennek. És így van, ahogy te is mondtad,
a csapategység a lényeg, mi egy nagy társulat vagyunk, a társulat egy nagy csapat mindig, és itt is ezt szeretnénk majd bemutatni. Különleges lecsó lesz, úgy neveztük el, hogy dupla szalonnás lecsó, hiszen az alapba is pörköltünk bele kockára vágott szalonnát, és mint ahogy láthatjátok itt a tetején, szépen egészbe sült szalonnákat is tettünk bele. Már most jó itt körülnézni. Igen, igen, nagyon jó a hangulat, nagyon sokan vagyunk itt, hogy mindenkit arra bíztatunk, hogy aki még esetleg nem jött ki és nem indult el, hogy jöjjenek el, látogassanak meg minket, és kóstolják meg a lecsónkat. Igazából ez egy régi edzős csapat, velük jöttünk ki, nagyon régóta barátok vagyunk, és a párom fehérvári, és így jutott az egész folyamat, hogy jöjjünk már ki, és folytassuk a hagyományt, mint fiatalok, ugye a lecsó főzést, meg a versenyzést. Hát egy hagyományos lecsót fogunk készíteni. Most itt látjuk, hogy a paradicsomot főzzük, igen. Mi szeretjük lehámozni a paradicsomra a héjat. És igazából egy jó kis erdélyi szalonnál megfogjuk a hagymát pörkölni, és aztán egy hagyományos lecsót készítünk. A kolléganőket kértünk meg a dekoráció elkészítésére. Vajda Zsuzsanna volt a fő szervezője a dekorációnak. Mindent felosztunk, a főzést, a dekorációt és a zsűriztetést is. Ha körülnézünk, akkor látjuk, hogy folyamatosan itt vagytok a lecsó főző vigasságon, ráadásul eredményesek vagytok. Ez mi a titka a ti lecsótoknak, hogy ezt a zsűri is ennyire szereti? Hát a titkot nem fogom elárulni, harmadjára vagyunk kint, abból két évben sikerült is valamilyen eredményt elérnünk. Reméljük, hogy idén folytatjuk. A fűszerezésen sok múlik. Tehát akkor beszéljünk róla, milyen lecsó készül? Ez egy papíron teljesen átlagos lecsó lesz, szalonnával, kolbásszal, paradicsom, paprika, hagymával, és a fűszerbe lesz idén is az a speciális összetevő, ami reméljük, hogy meghozza majd az eredményt. A mi lecsónk tulajdonképpen egy klasszikus lecsó, ami úgy készül, a szokásos, hogy szalonna, alapja megpirítva, zsíron, hagyma rajta, és akkor tulajdonképpen még egy bele kis füstölt kolbász, paprika, és akkor így mennek utána bele a fűszerek, és tulajdonképpen így szépen meg van főzve az egész lecsó. Ez már nálatok hagyomány, hiszen látom, hogy itt vannak az előző évekből is a kötények. Igen, igen, hát azért mi megpróbálunk minden évben azért ugyanerre a fesztiválra kijönni, majdnem mindig ugyanez a helyen, ugyanevel a csapattal, és hát várjuk vendégeinket, meg hát még mellette azért készülnek itt, mint látszik a táblán is, különböző grillhúsok, tócsni, amit azért az utcán járók elők is fogyaszthatnak, megkóstolhatnak, és akkor így teljük itt a napunk tulajdonképpen. Azért a kis pálinkát is iszunk, azért egy kis apróság is hozzátartozik ugye a dolgokhoz. Úgyhogy így megy nekünk ez a fesztivál. Barátság a lényeg, a kollégialitás, itt vagyunk két főzőhelyen is. Egy helyen főz a család, más helyen a munkatársak, de gyakorlatilag, hogy lehet látni, szinte összeolvad a kettő, és ezért jöttünk. Ó, hát a két csapat fantasztikus lecsót készít, nincs kétségem felőle, de mi a receptetek? Recept az nincs, nincs konkrét recept. Menet közben alakult. Tavaly kitaláltuk valahol féltájon, hogy esetleg kellene belerakni rizst, úgyhogy gyorsan elszaladtunk, vettünk rizst. Igazából az alap a sok hagyma, paprika, paradicsom, azt majd a végénre kiderül, hogy jön össze. Meg hát a szakásnak az ízlése, a főszakásnak az ízlése. Ehhez csak egy dolgot tennék hozzá, nem tudom a háttérben mennyire látszik a hölgykoszorú, az ő szakértelmük, az évtizedes tapasztalatuk, a konyhaművészetük és a mesterségük ez, ami hozzátevődik ehhez a dologhoz. Mert mi férfiak, kontárok vagyunk, bár azt mondják, hogy a fűszerezésben azért egy kicsit jobbak vagyunk. Tulajdonképpen mi az rendes, hagyományos, egyszerű, kis kolbászka van benne, lecsókolbász, kis tojással, paradicsom, paprika, hagyma, és ez a hagyományos, régi, ilyen-olyan, amolyan, ki hogy szereti, de most ezt kapják. Fontos a közösségnek az ilyen találkozó? Nagyon-nagyon, és mi nagyon sok helyen ott vagyunk, hál' Istennek, nagyon sok rendezvényen, és nagyon jó szeretettel csináljuk, és örülünk, hogy itt vannak a többiek is, megvendégelhetjük őket. Mi egy cégtől vagyunk itt, az Alufe Kft. Csapata, akinek a neve hivatalosan a Spongya Boy. És jó hangulat, finom ételek, lecsót főzünk, babgulyást főzünk, délután pedig marhalábszár pörköltet, amire szívesen várjuk az érdeklődőket. Mi vonzó? Igazából a társaság az a lényeg, mert a kaja az csak mellékes. Úgyhogy kijövünk, ismerősökkel, barátokkal vagyunk együtt, jól szórakozunk, meg tudunk beszélni olyan dolgokat, amiket esetleg máskor nem. Ez bőven elég.
És a lecsó? A lecsó, hát mindenki csinál olyat, amilyet akar. Így van, mint mindennek, úgyhogy erre a ritmusra nagyon különleges módon figyeltünk ma is. A paprika és a hagymavágásnál is figyeltünk rá, amikor jöttek a utcazenészek, akkor ritmusra vágtuk. És ki komponálja a lecsót? Az közös, közös kom. Az Alba Regia szimfonikus zenekar közös kompozíciója. Pontosan. Akkor beszéljünk egy kicsit a darabról. Egy hagyományos lecsót főzünk. Szalonnával, kolbásszal, paprikával és tojással. És van benne egy kis modern része is, hogy meg van fűszerezve még ilyen titkos összetevőkkel, amiről nem szeretnék most nyilatkozni. Az eredményhirdetésen a rangos eseményt köszöntő alpolgármesteri gondolatsor a múltból indult ki, hogy megérkezzen a jelenbe és megmutassa a jövőt. Majd Lerner Zsolt átadta az elismeréseket és jutalmakat a győzteseknek, akik teljes joggal borulhattak egymás nyakába, hiszen tájaikon minden szempontból különleges és egyedi, vagy nagyon is régi ízvilággal jelentkeztek. Mindenféleképpen a közösség nyert a Lecsó Fesztivállal. A Lecsó Fesztiválnak nem csak gasztronómiai értéke van és gasztronómiai jelentősége a városunk legnagyobb gasztronómiai fesztiválja, hanem az egy igazi közösségépítő ereje van és egy közösségépítő tevékenység. Ugye nem csak a cégek, nem csak a vállalatok, barátok, jönnek ilyenkor ki civil szervezetek, zenekarok, és még tánciskolák is, illetve táncosok is vannak a kísérő jelenségként a Lecsó Fesztiválon, mindezt, hogy jó hangulata legyen. A másik pedig az, hogy ugye el kellett tennünk egy héttel, vagy el kellett csúsztatnunk egy héten, de hát ez megértett gyönyörű nyári napsütésben, jó időben, nagyon-nagyon sok résztvevővel, jó sok csapattal, volt idén az idei Lecsó Fesztivál. Természetesen a zsűri is értékelte a fesztivál tapasztalatait. Aki ismer, az tudja, aki nem, annak elmondom, hogy én 16 évet versenyeztem magyar versenyeken, külföldi versenyeken, nemzeti válogatott bokuszdor, tehát pontosan tudom, milyen a másik oldalon állni most. Azt is tudni kell rólam, hogy először vettem részt ezen a rendezvénynek a zsűrizésében, és hát őszinte leszek, hogy valószínűleg talán én voltam a legszigorúbb is, amiért elnézést kérek. Az én feladatom az volt, hogy lecsókat kóstoljak, és hát megmondom őszintén, volt egy-két dolog, ami mondjuk azt, hogy részben ütötte a lecsó fogalmát, de mondhatnám azt, hogy inkább paprikával készült étel volt. Ez volt az egyik észrevételem, úgyhogy ha valaki szigorúnak érzi ebben az esetben végiggondolja, hogy mit főzött, hogyan készített, akkor ezért elnézést kérek, de mégiscsak egy lecsó fesztiválról van szó. A másik meg, hogy amit itt sokat beszélgettünk zsűritársaimmal, hogy egyetlen egy dolog hiányzott a csapatoknak a 70%-ától, de lehet, hogy 80% az a só. Tehát a sóval egy picit bánjunk bátrabban. Ezen kívül fantasztikusak voltak, nagyon nehéz volt a döntés, tényleg gratulálok mindenkinek, és hát köszönöm, hogy részese lehettem ennek a rendezvénynek. A rangos szakmai grémium ezévben is odaítélte a törzsfőzőknek járó hagyományos sipi emlékkupát, amelyet ezévben a Füleki család nyert el. Ők 2014 óta minden fesztiválra eljöttek, ám díjazottként most állhattak először a színpadon. Ma ismét bebizonyosodott, bár az időjárás megviccelt minket a múlt héten, hogy sokan szeretik ezt a fesztivált, és egy nagyon jó ötletnek bizonyult, és nagy büszkeséggel adom át a sipi kupák, és emlékszem én is, meg remélem mindenki más édesapámra. Azt gondolom, hogy ez a lépés, ami megvalósított annak idején, egy óriási lépés mindenképpen. Így, ha visszagondolsz, akkor milyen gondolatokkal jössz ide? Hát mindig büszkeséggel, meg egyfajta szomorúsággal is, mert azért hiányzik, jó lenne, hogyha itt lenne, de mindenképpen inkább a büszkeség az, hogy létrejött egy ilyen rendezvény, ami méltán népszerű, és úgy gondolom, hogy eléggé nagy szabású. A legdekoratívabb főzőhely címmel az elmúlt évhez hasonlóan a Tálos Edit Alapítvány csapata büszkélkedhet. Az év legjobb lecsójának járó elismerés is gazdára talált, a kicsit füstös, de minden egyéb szempontból felhőtlen vigasságon. A zsűri döntése alapján a főzőversenyt egy Móri Isztiméri család baráti társaság nyerte meg, és Hodos Cibor Dominika lett a lecsó királynő. Ezt is köszönjük szépen, és nagyon hálás vagyok, hogy lehetőségünk volt most eljönni. Idén voltunk harmadszor a Lecsó Főző Fesztiválon, és
és igazából egy magyar arab stílusú lecsót készítettünk el, ami tükrözte a magyar hagyományokat és az arab ízvilágot is. És így gondoltuk azt, hogy most ezzel szeretnénk megmérettetni magunkat, illetve szeretjük a kihívásokat, és így családbarát kapcsolatokkal eljöttünk, hogy megmérettessük magunkat. Honnét érkeztetek, hiszen ez egy baráti társaság és családi csapat. Igen, mi Móról érkeztünk, illetve Isztiméről. És általában, tehát az ilyen lecsó az a szokás, vagy hogy tanultátok meg ezt a receptet? Ezt a receptet a saját ízvilágunk által hoztuk létre, és mi a sokat járunk külföldre, és szeretjük az arab fűszereket, így úgy gondoltuk, hogy egy kicsit megfűszerezzük, és létrehozunk egy nemzetközi ízvilágot. Idén végérvényesen bebizonyosodott a lecsó, mint étel, egy tőről metszett szeretett provokátor, hiszen alig volt Fehérváron olyan ember, aki ne hagyta volna otthon gondjait a kicsit füstös, de mindes más szempontból felhőtlen nap kedvéért. Teremthetünk mi is magunknak valamit, amitől leesik az állunk. Ez lenne a lecsófőzés, a harmónia teremtő találkozás a csapatléttel, amikor is több ezer szempárt szembesítünk étkeink értékével.